Sziasztok, itt újra ez után. Most megtudhatjátok tőlem, hogy milyen tanuló voltam. Tehát 7 évesen kezdtem a tanulmányaimat, méghozzá a Korvi Mátyás alapiskolában, Gútán. Tehát úgy 1997-ben. És az iskolai éveim 2016-ig tartottak, vagyis 19. Most úgy 20 év, de inkább 19, ha évadot veszünk figyelembe. Most megmondom, milyen tanuló voltam. De ahhoz bizonyítékot kell, hogy lássatok. Kezdjük ezzel. Látjátok ezt? Ebbe jegyeztem fel, hogy ilyen tanulmány eredményem volt. Első évfolyam alsó tagozat. Tehát ez tökéletes teljesítmény volt, hogy bizonyítványom van rá, de minek mutassam meg, ha úgy is feljegyzem. Aztán második évfolyam. Ja igen, maga is te mindig tökéletes volt. Első fél tökéletes. Aztán egy környezet is ment, az első kettes. Ja, és ne felejtjétek, Magyarországon az egyes 5-ös, 2-es pedig 4-es. Harmadik évfolyam. Szintén tökéletes volt, de a honismeret és a természetismeret az abszolván volt, de második fél évben már értékelt. És a magyarból volt 2-esen. És továbbra is 0-0 igazolt, igazolatlan 0. Aztán negyedik évfolyam. Itt már 2-2-esen volt. Első félben, második félben, meg a legrosszabb teljesítmény az alsó dolgozatban, tiszta 2-es. És már először igazolt órán volt. Ezt követte a felső tagozat. Tehát ilyenkor már 7 tantárgyam volt. Magyar, szlovák, angol, töri, földrajz, matek, természetismeret, vagy természetrajz elsőre. Tehát az első félben csak csak 2-1-es tudtam szerezni, a többi mint 2-es volt. De aztán már csak 1-1-es maradt angolból. Hatodik évfolyamon már rosszabbodott. Ez is hozzáadódott a fizika. De akkor jött el ide az első 3-as, ami jót jelent. Tehát első félben csak angolból volt egyesem, történelemből pedig 3-as. De aztán már rosszabbodott, hogy még matekból, fizikából is volt 3-as, mert már egyre nehezebbek voltak a tanulmányok. Hetedik évad. Az első félben tiszta 2-es voltam, a második félben pedig egy kicsivel rosszabbodtam, javítottam földrajzból, de rontottam történelemből és matematikából. Hát egyébként azért, mert többször hívtak ki engem felelni. Aztán 8. évadban voltak néhány érdekesség. Az egyik, ide nézzetek. A szokatlan dolog bennem az, hogy én így írom a 7-est. Ja, igen, már azt is akartam volna mondani, hogy az én tanulmányaim rendkívül szokatlanok. Nem a tökéletesség vagy a legrosszabb eredmény miatt, hanem mindjárt folytatom. Hát itt már 3-asok voltak, tehát először volt 3-as itt angol nyelvből, de matematikából és fizikából is. De aztán jobban teljesítettem angolból, történelemből, matematikából, de még fizikából is. Ja, igen, és kémia is volt már, de az mindig 2-es volt.
A matematika volt még fakultatív és szabadon választott is, de a második fél már beszámított a felvételébe. Egyébként is matek fakultatív és szabadon választott. Tehát volt KVT-nk is, ami kötelező választható tantárgy. Azután, de aztán jött a finálé az alapiskolában, a 9. évfolyam. Tehát 9 évadot jártam. De itt már rosszabbodtak a dolgok. Ez 2,222 egész átlag, aztán 2,4444 egész átlag. Igaz annyiban, hogy már szobákból is volt már 3-asom. De ez a 2-es volt magyarból, angolból, történelmből, földrajzból, és csak természetrajzból volt 1-esem. Kémia továbbra is 2-es volt. De most jól figyeljetek. Volt pályaválasztás, ahol választhattam, hogy milyen középiskolában folytassam tovább. Az egyik egy 4 éves érettségi volt, a másik pedig, mint elárusító, viszont vállalkozáshoz felvételiznem kellett, amiből sikerült átmennem. Volt nekünk monitorunk is, magyarból és matekból is. És simán át tudtam menni, de még volt egy fontos dolog, amit meg kell csinálnom. Nem rontani 3 tárgyból. Sajnos 3 tárgyból rontottam, de egyből javítottam. Tehát természetrajzból rontottam 1-esről 2-esre, történelmből 2-esről 3-asra, ahogy magyarból is, de fizikából javítottam 3-asról 2-esre. Tehát így egy véget az alsó, az alapiskola. Ezt követte a gútai maszik iskola, a gúta egyetlen középiskolája, ahol érettségivel folytathattam tovább, de 4 évesen. De itt viszont jobbá váltak a dolgok, jó figyeljétek. Mert hogy itt már sokkal több tantárgy volt, viszont a nagy részük könnyebb volt. De sajnos nem tudtam soha megúszni a 3-asokkal több. Egyik ok az az, hogy magyarból kurva sok tárgy, sok volt az elmélete. Hila. Ez egy kicsit nem a homályosítva, úgyhogy bepótolom. Szóval az első évad volt a legjobb teljesítményem, mert hogy hát most nem tudtam megúszni sehol, viszont sokkal több egyesem volt. Olyan sok, hogy amennyi alapiskolában nem volt nálam lehetséges se másnál. Először is 8 egyesem volt első fél évben. Történelmből, matematikából, ökológiából, testnevelésből, esztétikából, gépírásból, pszichológiából és polgári nevelésből. De a másodfél még jobb lett, és befértem 1,5 egész átlagban. De akkor sem megfelelt volt, lehetett volna kitüntetése megfelelt, hogyha nem szerzek 3-ast. Tehát a másik félben 11 egyesen volt. Történelmből, matematikából, informatikából, ökológiából, testnevelésből, gazdasági számításokból, esztétikából, gépírásból, pszichológiából, válti kommunikációból és polgári nevelésből. Tizenegyedik évfolyam. Itt is sok egyesen volt. De most itt sem tudtam nagyon megúszni. Hát magyarból sikert végre egy kicsit javítanom, de szlovákból már rosszabb lett a dolog. A szlovák nyelv is jutottam, elég borzasztó volt, mert a 3-as úgy adták meg első félre, hogy 3,3-ra álltam. És figyelmeztettek, hogy 4-es fognak adni, hogy még egyszer így igyekszem. Én most én hallgattam a tanárnőre, de a másik fél még rosszabb lett. Méghozzá nem véletlenül. Ja, igen, már mondani akartam.
Ebbe az ellenőrzőbe jegyeztem bele, hogy milyen volt a teljesítménye. És hogy hogyan. Az egész középiskolát. Éppen így mindenhová beírtam a jegyeket. Ide. Nézzük. Tehát ötösök később voltak, de nem a bizonyítványban. Látjátok, mennyi egyesem volt matematikából? Jaj, még valami. Tehát így lett, hármas, hogy kettes, hármas, hármas. Na, kevés volt az anyag. Vagyis amikor dolgozatot írtam. De ez meg tovább rosszabbodott. És ezek pedig kurva jók voltak. Meg mint ez. Egy egyes, egyes, egy mínusz, kettes, egyes. Aztán egyes, 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 tiszta egyes. Ökológia. Csak egy egyes egyes, és mégis meglett az egyes. Ez meg nem is fontos. Hát a kommunikáció, hogy volt kettes, hármas, ezért kettes, így meg kell küzdem, és így lett meg a kettes. Aztán meg az egyesét kellett megküzdenem. És sikerült. Pszichológia az is jó volt. Aztán kettes, egy mínusz, egyes, egyes. Tehát nagyon könnyű volt, hogy ez is. Gazdasági számítások. Egyszer kettes, aztán egyes. Aztán teszi is, civicsében tornáztunk. És rengetegszer szereztem jó jegyet. De volt, hogy hármas is volt. És hogy a bizonyítványban is volt. Tehát a szomák miért volt olyan borzasztó? Hát a fogalmazásból nem voltam igazán ügyes. Volt, hogy már ötösöm is volt. Hát én ezzel vagyok itt a számra. De nézzétek ezt! Ezek így egész átlagban mondva 2,2. Tehát 5-1-es sem volt. A tanárnak mégis volt annyi esze, hogy megadja a hármast. Nagyon megsértett ezzel. És tudjátok miért? Mert azért adta meg, mert nem tudok szlovákul beszélni. Ezzel annyira megalázott, hogy már szlovákokkal nem tudok még barátságot kötni se. Még gondolni se arra, hogy a szlovákok barátja legyek. Azóta nem tudok jó véleménnyel lenni a szlovákokról. Aztán angol nyelv, kettes-kettes, történelem megint ügyes voltam. Matematika kettes-egyes, informatika egyes-kettes, ökológia nagyszerű, testnevelés egyes-kettes-egyes, a sportcsarnokban erősítettünk. Itten is hármas-kettes, hármas, egyes-egyes, egyes-kettes. Könyve is, az sem volt rossz, de nem mindig volt könnyű, mert hát nem szabadott olyan sokat tévedni. Főleg amikor mérleget csináljuk. De szlovákul kellett akkor mérleget készíteni, mert Szlovákiában érettségiztem. Ahogy ott végeztem az egyetemet is. Ügyítés és nevezés, az sem volt rossz. Aztán management, tökéletes egyes. Szélyogja, 2-2 mínusz. Aztán 3-asra notottam, mert a dolgozatot 4-esre írtam. Aztán kommunikáció 2-es. Egy felelésem, már meg volt az 1-es.
Vogás tökéletes, szoktásolásban nem voltam valami ügyes. Volt nekünk még próbaérettségünk is, és ami elég sikeres volt. Szóval személyen kettes-kettes. És íme. Tehát egyes szereztem történelemből, ökológiából, testnevelésből, informatikából, könyvelésből, menedzsmentből és polgári nevelésből. Hát hármason pedig volt már mindkét alkalom a szlovák nyelvből, magyar nyelv és irodalomból, ekonómiáról is, és munkalélektanból is. Tehát ez így 1,647 és 1,824. Harmadik évfolyam. És ide nézzetek most. Mivel az osztályfőnököm egy könyvelés tanár volt, arra gondoltam, hogy a következő úgy használnám fel az ellenőrzőt, hogy mérleget csinálok. Hát pontosan így, amikor itt állt az, hogy tartozik és követel oldal, hát ebből csinálok olyat, hogy itt lenne az első fél év, a jobb oldalon pedig a második fél év. És a mérleg lezárásával számít majd lezárt jegynek. Látjátok? Tehát egyesek voltak testnevelésből, vállalkozási etikából, marketingből, jogból, vállalati analízis és vállalati analízisből. De később lett még könyvelésből is, meg matematikából is. Tehát így lett 1,71 és 1,57. A következő már érettségének számított. Tehát érettségiznem kellett magyar nyelvi irodalomból, szlovák nyelvi irodalomból, angol nyelvből. A matematika az választott vizsgatárgy volt. Aztán voltak gyakorlati részek szaktantárgyakból. Nem volt vállalkozási etika. Hát ilyen zét csináltam, ahogy a mérlegben szokták csinálni könyvelésből. És nézzétek csak, ezzel számoltam, hogy hány egyesem volt, kettesem, hármasom, négyesem, ötösem, kettő mínusz, három mínusz, négy mínusz. Volt még tanácsadás is, meg szakmai gyakorlat is, adó is. De hát a négyedik évadban rosszabbodott a dolog, annyiban csupán, hogy összesen 5-3-ason volt magyar nyelv. Magyarból, szlovákból, angolból, matekból és szakmai gyakorlatból. És itt nézzétek, angol nyelvből szerintem meg az első négyesen. Nem ment nagyon jól az angol nyelvet. Hát itt értségi tételeket kellett folyton gyakorolni, tehát többször sem beszélgetni 25 féle témáról, és ez túl nehéz volt. Most nézzétek meg az érettségi bizonyítványt. Látjátok, magyar, szlovák, angol, gyakorlati és elméleti rész, szaktantárgyakból és matematika. Magyarból 34,4 volt az írásbeli, szlovákból 56,3, angol nyelvből 51,7. Hogy miért történt ez, az azért, mert súgtak. De hogy hogyan, azt nem árulom el. Aztán volt még fogalmazás is, de az nem volt igazán jó. Magyarból volt a legjobb, és az 50%. Szlovák volt a rosszabb, angol nyelv 45%. De matematikából is volt írásban, de abból sajnos nem mentem át, mert kurva nehéz volt a teszt. Így csak úgy mentem át, hogyha hármasra átmegyek. Tehát hármas lett a szóbeliben a magyar-szlovák, elméleti és szaktantárgyakból, és matematika is. De az angol elégséges lett.
De viszont a gyakorlati rész az dicséretes. Tehát ennyi tantárgyam volt összesen. Jó, nézzétek meg, mert mindjárt mozgatom a kamerát. Jó, akkor már csak egy. Legközelebb az egyetemről fogok beszélni, úgyhogy sziasztok legközelebb!